Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban megnézzük, hogy pontosan mi okozhatja azt a feszültséget a Pókverzum 2-ben Miles, Miguel és úgy a pókemberek köz. Igazából ez egy teória, ami elég logikusnak tűnik és megmagyaráz néhány kérdést, amiket a trélerek felvetettek. Először is, hogy pontosan ki a film főgonosza, még mindig nem tudjuk. Láttuk már keselyű trélerekben, okidoki tévészpotokban, láttuk a venomos képeket, na meg ott van Folt. Az eddigi információk és a látottak alapján neki van a legnagyobb szerepe az itt történt eseményekben. Többször is mondtam már, hogy nekem nem tűnik úgy, hogy ő gonosz lenne. Sokkal inkább az jön le, hogy meg van zavarodva és nem tudja kontrollálni magát, ezért járkál multiverzumról multiverzumra, ami azt eredményezi, amiket az előzetesekben láthattunk. Ezen teória szerint ennek a konfliktusnak a fő oka a pókemberek közt az Foltnak a kezelése. Miguel egy ilyen pókverzum védelmező szerepet tölt be, és tisztában lehet azzal, hogy Spot Miles világába lépett be először, és úgymond Miles találkozott vele először, ezért lehet neki annyira fontos. És ez eredményezheti azt, hogy Miguel úgy oldaná meg a problémát, hogy egyszerűen megölné Foltot a multiverzumért, Miles pedig inkább védené őt és valami békésebb megoldást találna. És itt jön be a No Way Home kapcsolatot, ugyanez történt, hogy Strange visszaküldte volna a gonoszokat inkább a halálba, Peter pedig megpróbálta volna őket meggyógyítani, hát ha akkor életben maradnak. Igaz, szinte biztos, hogy ezután is meghaltak, de legalább megpróbált. És mégül teljesen tisztában van vele, hogy ez mit is okozott a multiverzumban, hát ezt láthattuk a No Way Home végén is, hogy konkrétan szétrepett az egész téridő, és ezt szeretné elkerülni, hogy Folt ugyanezt okozza. Ezért is lehet az, hogy Miguel mögé állt be az összes többi pókember. És ezért mondhatja Miles-nak, hogy ne gyere azzal a kockakölyökkel és Dr. Strange-el, mert lehet, hogy Miles azzal az ötlettel állt elő neki, hogy csinálják ugyanazt, amit Strange-ék csináltak a No Way Home-ban, gyógyítsák meg Foltot, és Miguel erre adhatta azt a választ neki, hogy ne jöjjön ezzel. Ez eddig szerintem teljesen logikus. És biztos valami nyomós indoknak kell lenni arra is, hogy miért van az összes pókember Miles ellen, ugyanis az egyik előzetesben láthatjuk, hogy már Gwen is ott van Miguel mögött. Ami ezt a teóriát erősítheti, hogy az egyik előzetesben Miguel azt a kérdést szegezi Mileshoz, hogy vagy megmentesz egy szemét, vagy megmentesz egy egész multiverzumot, vagy univerzumot. Talán nem is Miles apjára utalnak itt, hanem Foltra. És biztos, hogy valami káosz lesz ennek az egésznek a vége, ugyanis jövőre érkezik ennek a résznek a folytatása, amire itt most nem fogok kitérni, mert nagyon korai, majd a Pókverzum 2 után bővebben rátérünk arra is. Ez a teória ennyi, azért abban biztos vagyok, hogy ennél valamennyire komolyabb dolog is áll majd a háttérbe, hiszen én nem gondolnám azt, hogy fő-fő gonosz nélkül marad ez az egész kétrészes történet. De olyan nagy találgatásokba azért nem akarok belemenni, mert jövő hét szerdától már úgy is láthatjuk a filmet, és úgy is meg fogjuk tudni, és addig arra kérek mindenkit, hogy ne spoilerezzetek, igazán ezt még az addig érkező videókban úgyis jó néhányszor el fogom mondani, viszont tényleg ugyanis annyi tévészpot, annyi kép jön, olyan nagy fordulatokkal, olyan kameókkal, amiket szerintem sokkal jobb lenne a filmbe megtudni, szóval ezért sem érkeznek már arról nagyon posztok, meg arra kérlek titeket, hogy kommentbe se nagyon spoilerezzük el egymásnak ezeket a kameókat. Kommentbe írjátok le, hogy ti nektek erről mi a véleményetek, vagy hogy szerintetek mi áll ennek az egésznek a hátterében. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, további szép napot, sziasztok!